Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket. Tiszteletadás, a december 6-ai bombázás áldozataira emlékeztek Sopronban. Munkaszüneti nap lesz Ausztriában, pénteken emiatt nagyobb forgalomra kell számítani. És megérkezett a Mikulás, a Liszt központban és a kórházban is találkozhattak vele a gyerekek. Néma főhajtással és gyertyagyújtással emlékeztek a 73 évvel ezelőtti bombázás áldozataira szerdán a II. Világháborús emlékműnél. 1944. december 6-án sújtotta Sopront az első hatalmas ember és anyagi áldozatokat követelő támadás. Az évfordulón a városvezetők mellett a Soproni Egyetem és kulturális intézmények, szervezetek képviselői is fejet hajtottak a mintegy 2000 áldozat emléke előtt. Az 1944-es bombázás áldozataira emlékeztek szerdán a Deák téren található II. Világháborús emlékműnél. A város részéről dr. Fodor Tamás polgármester, valamint Mágel Ágost és dr. Magas László önkormányzati képviselők helyezték el az emlékezés virágait. Majd a Soproni Egyetem és a kulturális intézmények, szervezetek képviselői hajtottak fejet az áldozatok emléke előtt. És az első pillanatok a bomba becsapódások, a Gyesef pályaudvar és a gumigyár, ami felrobban, illetve felrobban a lőszeres szállítószerelvény. A bombák becsapódását mutatja dr. ifjabb Sarkadi Sándor, a Soproni Egyetem központi levéltárának főigazgatója. Az első bombázás alkalmával 1944. december 6-án az amerikai légiflotta 95 tonnányi bombát dobott városunkra. A pályaudvarok nagy része romba dőlt és megsérült a vágányhálózat is. Ekkor válik először foghíjassá a gyönyörű szép Csengeri utcánk, a Deák térnál kezdenek összeomlani a kétemeletes eklektikus épületek, vasút melletti környező utcákat tarolja a bombaszőnyeg, nagyon jól látszik a kiértékelő felvételen. Sopron híres iskolái közül teljesen elpusztult az evangélikus tanítóképzőintézet, a Csengeri utca 14 szám alatti zeneiskola és a Rákóczi fiúnevelőintézet, de a belvárost is súlyos károk érték. Mindannyian tudjuk, hogy december 6-a a Szent Miklós napja. A soproni moziba a gyerekeket filmvetítésre várták, matinéra, és a kicsik ugye nézték a filmet, és egyszer csak elindult ez az amerikai tömegtámadás. A lócák remegnek, a kis székekről ugrálnak fel az emberek, a felnőttek a gyerekeket testükkel védik, és a kicsik elkezdték sírva kiabálni, hogy Mikulás bácsi, ne bánts minket, mi jók vagyunk. A december 6-ai bombázást követően még 8 alkalommal érte bombatámadás városunkat. Az áldozatok száma meghaladta a 2200 főt. Pénteken munkaszüneti nap lesz Ausztriában, emiatt a szokottnál nagyobb forgalomra lehet számítani Sopronban. A megnövekedett autós forgalom miatt a városban és környékén várhatóan lassúbb haladásra és kevesebb szabad parkolóhelyre, valamint az ügyintézéseknél hosszabb várakozásra kell készülni. Információink szerint a munkaszünet ellenére több üzlet az adventi időszak miatt nyitva tart Ausztriában is. December 8-a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. Hazánkban 1947-ben törölték a munkaszüneti napok sorából a szeplőtelen fogantatást. Sopronban csütörtökön ünnepi körmenettel és koszorúzással emlékeznek a hívek a Mária szobornál. Történelmi játszóház, Szent László legendája, vagy éppen a soproni boszorkányperek története Luca napján. Ezekkel a karácsonyváró rendezvényekkel készül a Soproni Múzeum a következő hetekben. A különféle kiállítóhelyek mellett a tűztoronyba is érdemes felmenni az adventi időszakban, mert karácsonyig meghosszabbított nyitvatartással várják azokat, akik az ünnepi fényekben a magasból gyönyörködnének. Óvodások játszanak a Macskakő gyermekmúzeumban. A karácsonyváró rendezvénysorozat első állomásán, szombaton délután, a Szent László emlékév kapcsán történelmi játszóházzal és lovagi tornával várják a gyerekeket.
Nem csak a gyerekeket, hanem a felnőttek segítségére is szükség lesz ezen a játszóházon. Itt van most a kezemben egy nagy pallos, Szent László alakját elevenítjük fel, ővel vele lehet majd megismerkedni, és ez a dénárt kapja meg az, aki minden próbát kiáll, tulajdonképpen egy lovagi tornán, egy lovagi próbán vehet részt az, aki ide eljön ezen a délutánon, 2-től 5-ig, és nem csak az ügyességet kell majd itt próbára tenni, hanem hát a fejünket is kell törni, Szent Lászlóról elnevezett falvakat is esetleg fel kell ismerni, de segítségünkre lesz ebben a játékban a Handler Nándor szakképzőiskola diákjának a csapata, önkéntesei, akik tulajdonképpen az iskolájukból elhozták ezt a komplett játszó délután. A Soproni Múzeum több kiállítóhelyén tartanak érdekes helytörténeti előadásokat és rendezvényeket az adventi időszakban. A Fabricius házban december 16-án Szent László életét ismerhetik meg az érdeklődők. Lényegében Sopron területe a kora-középkor időszakában a Gyepű szélén, a Gyepűn helyezkedett el, ami mindig az ország belső részét védte. Nem véletlenül lett ez a város később egyébként a hűség városa. Ennek az alapjai valahol itt ebben az időszakban keresendők, ezért én azt hiszem, hogy minden soproni lakos, Sopron környéki lakosnak nagyon-nagyon fontos az, hogy ismerjék azt, hogy volt egy ilyen lovagkirályunk, akinek a kultusza ezen a vidéken meghonosodott. Luca napra rendhagyó előadással készül a múzeum színtársulata. A Fabricius ház kőtárában a soproni boszorkány pereket idézik meg. Akik pedig a belvárosi fényekben a magasból szeretnének gyönyörködni, azok az adventi hétvégéken este 8 óráig mehetnek fel a tűztoronyba. Meglátogatta a motoros Mikulás a soproni gyógyközpont gyermekosztályának kislakóit. A kicsik énekeltek is a nagyszakállúnak, akit az országutak lordjai motoros baráti kör kísért el. A különleges vendégek nem érkeztek üres kézzel, rengeteg ajándékot vittek az osztály betegeinek. Megérkeztem Télországból, kisgyerekek, jó napot! Tudom, nagyon vártatok már, hogy teljenek a napok. Siettem is ti hozzátok csengőszánon, szaporán, szikrát szólt a szarvas tartva, úgy suhant az útkorán. Vidám pillanatokat szerzett a Mikulás a soproni gyógyközpont gyermekosztályán. Szerencsére kevesen voltak a betegek, akik nagy izgalommal várták, mit rejt a puttony. Némi megilletődést követően dallal köszöntötték a vendégeket. A Mikulás különleges ruhája nem véletlen, hiszen az országutak lordjai motoros baráti kör kísérte el. A motoros Mikulás és társai 4 éve látogatják a kórház gyermekosztályát, hogy Mikulás csomagokkal, déli gyümölcsel szebbé varázsolják a kisbetegek ünnepét. Hova tovább alapítványhoz rendszeresen jártunk először csak oda, és szépen kibővült ez is iskolák, óvodák, kórház. És szerencsére sokan vannak, akik támogatnak minket ebbe, akik anyagilag is, de inkább édességekkel, gyümölcsökkel támogatják az egyesületet. Köszönjük is nekik, és így tudunk mi is adni. A csomagok és ajándékok átadását követően még fotózkodhattak is a gyerekek, a cseppet sem hétköznapi motoros Mikulással. És a Liszt központba is megérkezett a Mikulás, aki a Munkácsi teremben fogadta a legkisebbeket, akik énekkel mondókával készültek. A soproni önkormányzat által kiírt hagyományos adventi rajzpályázat eredményhirdetését is megtartották. A több száz gyermekrajzból választották ki azt a 24-et, amelyek a főtéren elhelyezett hatalmas adventi kalendárium ablakait díszítik. Több száz gyermek várta a Mikulást szerdán a Liszt központ Munkácsi termében. A Mikulás és a Krampuszok szaloncukorral várták azokat, akik személyesen szerettek volna találkozni velük. Szeretjük a karácsonyt, meg mondunk neki verset, meg hogy milyenek voltunk hát iskolában, meg más helyeken. Hangosan, mert siket vagyok és kicsit. Nagyon jó. A bátrabbak énekkel vagy mondókával kedveskedtek a Mikulásnak, aki nagy örömmel fogadott minden kedves dalt.
Nagyon nehezen készültünk, mert ugye nincs hó. És ilyenkor nem lehet csak úgy száguldozni, hanem sokat kell gyalogolni. De egyelőre mindenkihez sikerült elvinni az ajándékot. Minden rendben van, szarvasok egészségesek, a krampuszok nagyon csalafinták, hoztam szaloncukrot, nagyon sokat. Azt kap mindenki most. Az ajándékot már megkapták. A legtöbben igyekeztek a szokottnál is jobban viselkedni az elmúlt időszakban. Azt mondják, szorgalmasabban tanultak és többet segítettek otthon. Szépen tanultam, meg jó gyerek voltam. Mikulás bácsia, szeretetét! A Munkácsi terem falát több száz gyermekrajz díszíti. A legjobb alkotásokat díjazták is, a készítőknek pedig maga a Mikulás gratulált. A hagyományos adventi rajzpályázatra idén is rengeteg alkotás érkezett be, alaposan megnehezítve a zsűri dolgát. A legszebb alkotások kerültek ki a főtéren látható óriási adventi kalendáriumban. Nem volt az adventtel kapcsolatban, gyerekek nagyon tágan értelmezték. Családi témakör volt, az maga az ünneplés volt, a téli táj megjelenítése, természetesen Mikulás, a karácsonyfa, az angyalkák, tehát ami az adventet, a várakozást, illetve a karácsony körbevezi, erre készültek a gyerekek, és ilyen kis csoportokban is volt válogatás. A gyerekrajzok vasárnapig láthatók a Munkácsi teremben, míg a díjazott alkotások az adventi kalendárium ablakai mögül bukkannak fel, minden este a főtéren. Álomszerű kezdés után rémálomszerű befejezéssel zárult a Sopron Basket vendégjátéka Franciaországban. A női Euroliga 7. fordulójában a Bourges otthonába látogattak fegyvernekiék, de a siker elmaradt, 76-65-ös vereséget szenvedtek. Hangos francia publikum fogadta a Sopron Basket szereplését az Euroliga soron következő fordulójában. A hazai drukkerek azonban hamar elnémultak, ugyanis a találkozó első pár percében 7-0-ás rohanást vittek végbe a zöldben szereplő soproniak. A franciák trénere időkérésre kényszerült. A negyed további felében már közelebb tudott zárkózni a Bourges, de az előny továbbra is a magyar csapat kezében maradt. 21-10-re zártak a felek. A második etap vendégszemélyi hibák sokaságával folytatódott, amely megkönnyítette a franciák dolgát, büntetőkből és gyors indításokból zárkóztak a Sopronhoz. A külső dobásokra nem lehetett panasz. Svendakics volt eredményes a 15. percben, a hazaiak újabb időkérésre szánták el magukat. Az első negyedben kialakított különbséget továbbra is őrizte a vendéggárda, 39-29-es soproni vezetéssel vonulhattak öltözőbe a csapatok. Az első félidő remek teljesítménye után a második játékrészben a magyar csapat feszültebben játszott. A Bourges távoli dobásokkal csökkentette a két gárda közötti differenciát. A folyamatos fault gondok miatt a Sopron több kulcsjátékosának is pihennie kellett, míg a franciák egyre agresszívabb játékot mutattak, támadó és védő oldalon egyaránt. A vezetés azonban még vendégkézben volt, 53-50-nél fordulhattak az utolsó negyedre a játékosok. A záró szakaszban nagy nyomás nehezedett a Sopronra, agilisan kezdett a Bourges, a franciák támadásban felerősödtek, külső dobásaiknak és kemény védekezésüknek köszönhetően a 32. percre a vezetést is megszerezték. Roberto Iniguez időkéréssel próbálta rendezni a sorokat. A Sopron Basket játékosai azonban nem tudtak megbirkózni a végjátékban, a rájuk nehezedő nagy nyomással. A Bourges szinte lehetetlen helyzetből fordította meg a második játékrészben a mérkőzést. Bourges Basket, Sopron Basket, 76-65. A hétvégén bajnoki mérkőzésre nem kell készülniük fegyvernekieknek, hiszen ezúttal szabadnaposak. Az Euroliga küzdelmek azonban jövő szerdán is folytatódnak, ezúttal a Galatasaray otthonába látogat a Sopron Basket. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, melynek vendége Grubics Róbert, a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület elnöke lesz. Utána Életforma című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken délelőtt enyhe időre készülhetünk, azonban a késő délutáni órákban egy hideg fronthoz csapadékot. Az esőt éjjel havazás válthatja fel,
A hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.